Örög Éván autós iskolai oktató próbatesztet mutat a diákoknak a Belügyminisztérium honlapján. Az új kérdések már online is elérhetőek. Szlovákia eddig azon utolsó EU-s országok közé tartozott, ahol az autós iskolákban tanulók elméleti tudását papíralapú teszteken mérték fel. Április 1-től azonban a jogosítványt igénylőknek több ismeretet kell megszerezniük. Az adatbázisban több mint 1500 kérdés szerepel, amelyekből véletlenszerűen állítják össze a tesztlapot. Most már ezeket is bele fogják rakni, mint például a biztonságos vezetés alapjai, vagy ilyen konstrukciós jellegű kérdések, vagy a műszerfalon, hogy milyen szignalizációk lehetnek. Duplájával vagy háromszor annyival több lesz a kérdés. Eddig volt 60 teszt összesen, abból a személyautóra 1-től 35-ig, tehát azt könnyebb volt betanulni. Egy tesztben volt 27 kérdés, 20 perc alatt kellett nekik megcsinálni. Tehát most ez a új rendszer szerint a számítógép fogja generálni a tesztet, tehát nincs egy adott előre meghatározott sorrend, és 40 kérdés van, 30 perc 40 kérdés. Az igazoltan diszlexiával küzdőknek pedig 45 perc áll majd rendelkezésre. A járási rendőrkapitányságon már kialakították a számítógépekkel felszerelt vizsgáztató helyiséget, ahol a jelentkezők magyar, szlovák és angol nyelven végezhetik a teszteket. Mindenki egyedi tesztet kap. Lényegében valaki le fog ülni, fog csinálni egy ilyen gyakorló tesztet, azzal fog kezdeni, tehát ott kipróbálhatja, hogy hogyan kell mire kattintani. Ezt követően indul élesben a tesztelés, amit az erre szakosodott rendőrök felügyelnek. 10 ember vizsgálhat egyszerre. Ez lényegben előrelépés, mert effektívebb lesz, gyorsabban több embert tudunk leteszteltetni. Több kérdés lesz, jobban fel kell készülni, tehát aki tanul, annak nem lesz gondja, aki nem tanul, hamarabb fel fog akarni a rostán. Tehát lényegben a sofőrök, akik innen kikerülnek, azok képzettebbek lesznek. Eddig az elméleti tesztet maximum kétszer lehetett megismételni, a jövőben már 3 lehetőség lesz erre. További újdonság, hogy a gyakorlati vezetést nem egy napon tartják az elméleti teszteléssel.